ez szerintem nagyon nehéz, hogy vannak nagyon-nagyon jó színésznők, akik nem olyan szép nők, és vannak nagyon-nagyon szép nők, akik nem olyan jó színésznők, és hogy ki jut tovább, és hogy a kettőnek hol van a találkozása. Nagyon vártalak. Jaj, de aranyos vagy. A legelső, minden előtt, hogy gratulálok, mert annyira rohadt menő, hogy benne leszel ebben a BBC, benne vagy ebben a BBC sorozatban, hogy engem egy kicsit meg is lep egyébként az, hogy ez nem folyik mindenhonnan, hogy ezzel nincs minden tele, mert hogy önmagában a dolog, hogy van egy BBC sorozat, amiben magyar szereplők vannak, és te mondtad, magyarul beszélnek, én nem láttam az első részt, a múlt héten ment le. Igen, mivel a BBC-be ment, ezért nem sokan látták még itthon, igen. De hogy ez egy rohadt nagy dolog. Igen, ez fantasztikus. Eleve az, hogy ez a sorozat idejött, tehát ez a Baptistnak az első évada, az első hat rész az Amsterdamban játszódott, és a második hat rész az idejött Budapestre, és itt játszódik Budapesten, tehát nem a Budapest egy kulissza, amit így, hanem hogy magyar színészek magyarul beszélnek, és akkor angolul beszélünk az angolokkal is, szóval azt játsszuk, hogy mi magyar emberek vagyunk, akik itt, én egy magyar rendőrt játszom, aki itt próbál ebben a nagyon bonyolult és zűrzavaros ügyben valahogy látni, hogy mi az igazság, ki hazudik, ki nem hazudik. Nagyon szép szerepem volt nekem, de még sok-sok magyar színész feltűnik, a Hámori Gabi, a Magyar Éva, a Miller Dávid, nem is tudom, hogy mit szabad mondani, meg mit nem, mert nagyon titkos volt minden, de még sokan feltűnnek. Jó volt? Nagyon, fantasztikus volt. Casting volt? És nagyon izgultam, és volt egy pont, amikor azt gondoltam... Persze, nagyon. De izgulós vagy azért izgultál, mert tudtad, hogy ez egy nagy dolog? Hát tudtam, hogy ez egy nagy dolog. De egyébként nem vagy izgulós? Tehát, hogy... Változó. Szóval bizonyos helyzetekben meglepően nem izgulok, és akkor bizonyos helyzetekben meg előjön belőlem az a kislány, aki mondjuk, ha találkozom a Molnár Piroskával, akkor a mai napig így vigyázba vágom magam, azt érzem, hogy a lelkem mélyén, tudod? Aha. Tehát, hogy akkor vannak emberek, akik kihozzák belőlem ezt a kislányt, aki így csinál, tudod? És akkor nagyon így megpróbálok megfelelni, vagy nem tudom, milyen jó lenne. De itt azon izgultam, hogy tudtam, hogy ez egy nagy dolog, egy nagyon, tehát jó volt a szerep, jó volt a castingon, éreztem, hogy ó, ez nagyon jó az a szöveg. De azt gondoltam, hogy nem fogom megkapni, ami nagyon érdekes, már ilyen női szempontból is, hogy mivel láttam, hogy több nálam sokkal fiatalabb kolléganő is volt a castingon, valahogy a rutin azt mondja az embernek, hogy úgyis őt fogják, mert neki, nem tudom, kerekebb a fenege, vagy érted? Szóval, hogy sokszor van az, hogy 50 éves férfi mellé keresünk egy partnert, jó, de most a végén inkább 22 éves. És ez a filmiparnak a de ez van. Gyagyasága. De ezt tudod, ez kicsit olyan, mint a Sugar Daddy, hogy a Sugar Daddy, mit tudom én, 63 éves, és keresi partnerét, aki értelemszerűen 25 alatti. Hát igen, de mivel a filmipar... Tehát arra gondolok, hogy a filmben már pláne 2021 van, és hogy nyilvánvalóan azért a világ arra fele megy, hogy a tehetség, meg az, hogy a játék, meg az, hogy mozdulatok, meg apróságok, amiktől így a néző ül, és azt mondja, hogy Jézusom, mennyire jó ez a nő. És hogy nem, talán a néző sem a kerek feneket keresi nem. Már. Nyilván a James Bond filmben az kell, hogy valaki irgalmatlanul jól nézzen ki, vagy mit tudom. Igen, de a James Bond az egy nem mai találmány. Tehát jó, ott az hogy... volt még a nő a Barbie baba, és azért is érdekes ez a sorozat, hogy nekem női szemmel is az izgalmas volt, hogy tehát a főnököm, aki a Magyar Éva, a magyar, tehát az angol nagykövet, arról szól, hogy eltűnnek a budapesti angol nagykövetnek, eltűnik a családja, akit a Fiona Shaw játszik. Uh-huh. Akkor, tehát hogy olyan pozíciókba tesznek nőket, ahova a magyar filmben nagyon ritkán. Tehát, hogyha megnézed a magyar sorozatokban is, általában a férfiak csinálnak valamit, és akkor a nők mellettük így jaj. Sikítoznak, vagy valami, tudod. Vigyázz, jön a vonat! Jézusom! Igen, de hogy az a cselekvő modern nő, az még szerintem a magyar filmekben ritkábban jelenik meg,
És ez a, ami most Németországban nagyon nagy téma, hogy az 50 pluszos nő a filmen. Ugye ez mind azért van, mert a férfiak irányított a filmiparban, ez a kép, amit te is mondtál, a Sugar Daddy, és mellette a kislány. Tehát, hogy ez a kép, amit azok az idősödő producer férfiak, fehér férfi, tudod, szeretne látni, hogy a világ az ilyen. Tehát a titkárnő, meg a... Igen, ő neki ez a kép. És van is ilyen, és nem is azt mondom, hogy nincs ember, aki... Tehát van ember, aki ebbe boldog, azt is látom. Igen, közben pedig nem az a tendencia, hogy Kate Winslet sokkal menőbb játszik most, ugye van egy új sorozat, egy HBO sorozatban, és egyszerűen annyira zseniálisan nő végig benne, hogy nem tudok másra gondolni, mint hogy ő a színésznő, nekem ő a színésznő. És hogy az számít már, nem az, hogy mi nyilván ez egy esztétikai műfaj, tehát hogy látunk, és szépek vagytok, és azért mutatós szép nők, de hogy nem... Hát igen, most ez a harc vívódik. Ez vívódik, ez a harc? Igen, azért mondom, hogy Németország az most nagyon nagy téma, nálunk ugye egyelőre nem, de hát ha, hogy a nő, tehát... Ahogy te mondtad, ez egy esztétikai műfaj. Tehát nyilván egy fiatal arc, az sokkal szebb, mint egy öreg arc. Tehát nyilván, hogy az esztétikusabb egyszerűen. Azt meglátod fiatalon a... Te tudod, valaki kirak egy fiatalkori képet, és 100 000 like. Érted? Mert szebb egy fiatal nő egyszerűen. Szebb egy fiatal ember. Egy férfi is szebb fiatalon. A fiatalság maga, ez egy szép dolog. Ugye erre szokták mondani, hogy mindegy, hogy valaki hogy néz ki fiatal. A fiatalság önmagában egy szép kategória. Vagy a gyerek, érted? Tehát a kisfiamat, aki meglátja, fülig szalad a szája. Mert egyszerűen olyan a kezdet, az a tisztaság, az a naivitás, az a... Minden még benne van. De közben, nem tudom, mert ebben nyilván te vagy benne, meg ezt te látod belülről, de hogy nem értékeli a film, és az igazi film, a filmművészet azt a szépséget, ami az élettörténetének a szépsége. Most gondolok itt akár, nem tudom, a Jane Fonda, hát a Jane Fonda olyan rohadt jól néz ki, és 80, nem tudom, 83 éves. Szerintem ez egy kicsit bonyolultabb, mert itt ez az egész szépségipar is, ami nagyon tolja ezt a forever youngot, ami azért egy hülyeség, valljuk be. Tehát senki nem fog örökre fiatalnak maradni, és nagyon tolja a nőkre ezt a tetest fel, varrast fel, nem tudom, maradj örökké, 200 órát tornáz egy héten, mert akkor a vádlid nem fog úgy maradni, érted? Tornázhatsz 100 000 órát, akkor se fog úgy maradni, meg fogsz öregedni. Érted? És hogy valahogy ezt az egészet, hogy egy öreg, tehát mondjuk a Teréza anya, szerintem az gyönyörű, érted, hogy egy öreg ember az is tud lenni gyönyörű. Én szeretem az öreg embereket, szerintem szép, de hogy ezt valahogy egy kicsit most szerintem elfelejtettük, és szerintem ezt most egy kicsit úgy vissza kell hozzuk a gondolkodásunkban, azt a szépséget, ami nem az a 20 éves szépség, és hogy nekünk nem muszáj. Nem fogsz tudni 20 évesnek maradni, és nem kell 20 évesnek maradnod. Nem akarok rosszul fogalmazni neked, ezzel nem kell igazából foglalkozni. Mert hogy te olyan értelemben nem fogsz meg... Te egy nagyon-nagyon jó színésznő vagy, tényleg, ez egy tény. Köszönöm és szépen, nagyon kedves. Azoknak nagyon a kedves színésznőknek, akik valóban jók, és akiknek valóban az az értéke ott van, hogy rezdül egyet, mozdul egyet, néz egyet, az nem teszi őket kortalanná? Tehát nem, te megteheted, hogy igazából ezzel az egész aging dologgal ne foglalkozzál, mert egészen biztos, hogy neked 5 év múlva is lesz szereped, meg 10 év múlva. Hát nem, mert nem, de nem is rajtad múlik, játszol, érted? Tehát van egy piac, tehát hogy hiába árulod te a legjobb paradicsomot a világon, ha nem akarnak paradicsomot venni. Tehát hogy van egy piac, ahol úgy írják a forgatókönyveket, hogy nincsenek benne 50 pluszos nők. Akkor én hiába vagyok iszonyú színésznő, ha nincs olyan szerep, amit eljátszhatnék. Érted? Ha nincsenek 50 pluszos, gondolkodó, tetrekész nők, ha elmegyek egy filmfesztiválra, és azt látom, hogy a nők nagy része, akik 50 pluszosak, azok rendezőnők. És ha mész egy repülőn, és megnézed a monitorokat, hogy mit néznek az emberek, csináltam ilyen, vagy bemész egy moziba, és megnézed a plakátokat, hogy hány 50 pluszos nőt látsz rajta. Hány 50 pluszos nőt látsz a monitorokon. Nagyon kemény.
Érted? Tehát, hogy nagyon férfi központú, és nagyon férfi centrikus ez a rendszer, és most van az az idő, amikor ezt ki kell mondani, meg kell harcolni, jöjjenek a női rendezők, ezt mondjuk ki hangosan, erről beszéljünk, nézzük meg a könyveket, gondoljuk át, nem lehetne esetleg, hogy az egy rendőr nő, egy politikus nő, egy főnök nő, érted? Egy ügyvéd nő. És akkor mindig vannak ilyen, mint nekem volt szerencsém mondjuk, hogy a Weekend című filmben játszottam egy ügyvédnőt, vagy volt a sorozat az Ízig-vérig, amiben a férjemmel játszottunk, és ott is mondjuk ott két producer nő volt, akik a producerei voltak a sorozatnak, és ott is egy olyan nőt játszottam, aki igen, egy egykorú férfi a férje, van egy 20 éves lánya, éppen válik, de van egy étterme, még akar valamit az élettől. Szóval, hogy az is egy olyan gondolkodó nő volt, bár mondjuk, amikor elolvastam a könyvet, először azt gondoltam, hogy persze, hogy a férfi a zseni. Tehát, hogy ez a sorozat is arról szól, hogy a férfi a zseni. De aztán végül is mondtam, jó, legyen az, hogy a férfi a zseni, nem én vagyok a zseni. Hát az egy másik dolog, hogy látni ezt az ipart, ezt a szépségipart, amit szerintem a női magazinok is, én úgy látom, hogy nem segítik ezt a dolgot, tehát a női magazinok is azt a fiatalság mániát tolják az emberekbe bele. Közben pedig te Magyarországon a női magazinok egyik nagy kedvence vagy. Hát igen, de volt olyan, hogy azt éreztem, hogy érted? Tehát mikor látod mondjuk a Básti Ulit, az Udvaros Dorottyát címlapon? Érted? Tehát amikor 20 éves voltam, én nem tudtam semmit. Pataki Ági most volt például az Insight címlapján, most volt a Pataki és Ági. Nekem az egyik kedvenc címlapom volt, és az, hogy egyébként nincsenek, Helen Mirren folyamatosan címlapokon van. Jane Fondának több címlapja van, mint bárkinek, de nem tudom, tehát nagyon sok olyan színésznő van. Juliette Binoche, ő is, mert nem tudom, 50 plusz, és most is csodálatos filmekben játszik, és szóval, hogy valahogy... Hát nem, azért, tehát én most a saját történetemről, ha beszélek, igen, tehát én 20 évesen, beszél. Ha nem csináltam semmit, mert nem tudom, hogy miről beszéljek az interjúban, mert nem volt mit mondanom, aha, akkor is hetente valaki fölhívott, mert jól néztem ki, mert fiatal voltam, ilyen divatanyag, olyan divatanyag, és akkor az ember ezt úgy föl se fogja, hogy használva vagy ebben a dologban, de volt egy pont, mondjuk emlékszem, amikor kijött a Szász Jánosnak a filmje, a Hentes, a Kurva és a Félszemű, ami olyan, kijön egy filmet, akkor azt gondolod, hogy van egy ilyen kampány. És igen, akkor majd felhívnak ilyen újságok, hogy itt ez a film, és beszél róla. És senki nem hívott föl. És én ott álltam meglepődve, hogy de hát most kijött egy filmem, hát most akkor én nem vagyok ilyen érdekes, vagy most mi van? És akkor felhívott az egyik újság, hogy akkor ő egy ilyen tárgyat adjak oda nekik, és akkor arról mondjak valamit, és akkor azt így beteszik az újságba, így a tárgyat. És akkor volt egy ilyen pont, hogy akkor most lehet, hogy én már ebben az iparban már nem férek bele, érted? Hogy már nem vagyok olyan fiatal, vagy olyan csinos, amit ez a műfaj használ. De aztán gondoltam, jó, hát végülis... Adtál tárgyat? Adtam tárgyat. Mit adtál? A nagypapámnak a mentéjét, ami nagyon szép különben. Annyira nem voltam oda ezektől a fotózásoktól, úgyhogy gondoltam, hát jó, hát akkor annak vége, nem katasztrófa. De azért furcsa tapasztalás volt ezt így realizálni, érted, hogy ez így van. Érted, hogy hiába vagy te a világ legnagyobb színésznője, eljön egy pont, 45 évesen, amikor az a női magazin, amit többen nem hirdeti magáról, hogy itt nálunk csak 20-tól 40-ig nézzük a nőket, a többiek dögöljenek meg, nem hirdeti ezt ki magáról, hanem egy női magazinnak hirdeti magát, de már nem kíváncsi rád. És ez így van? És ez így van. Megpróbáltunk róla beszélni, megpróbáltunk róla rajta változtatni. Most mondjuk szültem egy gyereket, az kicsit megint úgy megdobta. Szült egy gyereket, akkor még én. Egy ilyen sorozatban, ami tényleg olyan, hogy nagyon kevés magyar színésznőnek adatik meg ekkora nemzetközi siker, és akkor így tökre nem hallok róla. Egyébként én onnan tudtam, hogy a Lakatos Márk kirakta az Instájára. Igen, az Instájába csinált velem egy interjút, de igen, de az akkor mi már megbeszéltük, hogy jössz, és akkor én néztem, és én azóta nézem a gyereket, és nem látom sehol, és nem tudom, hogy mi van.
Hát mondjuk az is, vagy nagy titkolózás. Akkor tényleg csak azt látom az utolsó, nem tudom, 30 bejegyzésben, hogy a gyerekkel, hogy meg, hogy mit csináltál, hogy... Jó, de ez mindig érdekesebb. Jó, nyilván szóval, a magánélet mindig amikor elváltam, vannak emberek, akiket megkérdezem, hogy ki az a Grillus Dorka, azt fogja tudni mondani, hogy egyszer elvált. Tehát, hogy... ez a legérdekesebb a világon. Elválsz gyereket, szívesz, meghalsz, nem tudom. Jó, bizony, hármon kívül még így, ebben mi legalább most beszéltünk. Ezek a nagy hírek, legalább most beszéltünk a sorozatról. Milyen egyébként egy ilyen, milyen egy külföldi stábbal dolgozni? Most ez nagyon a felszín, de engem ez érdekel, hogy ruha, smink, styling, körítés szempontjából. Közben elkezdhetsz sminkelni, mert bocsánat, azt... Ruha, smink, styling. Amikor ilyen ruhatokon beszélgetünk, akkor annyira akarok mindent tudni, hogy... De aranyos vagy. Hogy így elfelejtem. Az van, kizedem, hogy ugye úgy volt, hogy forgattuk a sorozatot, és akkor jött a vírus, és terhes lettem. És akkor innentől én bezártam magam egy ilyen izébe, dobozba. Aha. És előtte volt az, hogy azt gondoltam, hogy most már el kéne menni sminket venni. De hát azóta sem mentem el, úgyhogy most itt csak a kisé végét járó teljesen kiüresedett. De hát még mindig van benne, hiszen nem nagyon sminkeltem cserébe a karantén alatt. De a karanténon kívül, tehát egyébként mennyire vagy sminkelős? Vagy mi? No. Egyáltalán? Nem. Nem. Nem, nem, nem. Azon gondolkoztam reggel, hogy biztos azért, mert senki se sminkelt. Tehát nagymamámnak volt egy piros rúzsa, anyukám néha valami szempillaspirállal viccelődik a fürdőszobába, de ez a maximum szerintem. Tehát, hogy amit látsz otthon, szerintem az annyira befolyásol. Tehát, hogy én reggel... Jó, színésznő vagy, és hát láttam, hogy a pandémia alatt is a Decameronhoz. Azt hittem, hogy ezt a sminket nem csináltad, nem te csináltad, az Instagramodon fenn van egy ilyen egyiptomi hercegnő, Elizabeth Taylor, Kleopátra sminkje, és amikor megjöttél, mondtad, hogy ezt te csináltad. Mégiscsak azért valami között van hozzá. Igen, hát az a 25 trojka. 25 éve gondolom, téged is folyamatosan sminkelnek így az ember, ha nem akar is megtanul valamit. Hát gondolom, vannak olyan szerepek, ahova magadat sminkeled. Igen, ez a trojka színházi társulás, ahol én játszom egyébként, Sós Attila vezetésével, és ez egy ilyen online projekt volt, amikor ugye bezárt az összes színház, és most is látható még, tehát aki még nem látta, az nézze meg az Index oldalán a Decameront, és a Lakatos Márk volt az én réges-régi jó barátom. Ő volt a sztálisztja az egésznek, ő hozta, és akkor ő dirigált nekem, hogy húzzad, és közben a Tombor Sacival voltunk, ő hozta ezt a zöldet, hogy azt kenjen. Voltunk ilyen online konferenciában, és így készült az én sminkem, de végül is jó sikerült. Én biztos voltam benne, hogy ezt sminket csinálta neked, és akkor meg is örültem, és mondtam is, hogy akkor csináld meg nekem a Decameronos sminket. Nem kell, vicceltem. Nem nehéz különben. Egy zöldekkel, azt mondtad volna, elhozom. Egy olyat csinálj, amit mondjuk így, Én egyet szoktam, az igazság, nem szoktam egy ezt valamit túl. Csinálsz? Én egyet, és akkor vagy vastagabbra húzom, vagy vékonyabbra. És akkor lehetne még az, hogy ilyen nagyobbra, de azt valahogy már nincs rá kapacitásom. Szóval nekem az a lényeg, hogy hogyha a bőrömet így egyszínűvé teszed, az már nagyon sokat dob a dolgom. Ez a teljesen kifogyó félben levő pirosítom. Ha kell, akkor van baba fülpiszkáló. Köszi, de én a kezemmel toszkorászok mindent. Toszkorászál? Azt csinálsz, hogy úgy csináld, ahogy csinálod. Kezemmel toszkorászok, ennek az igazság, hogy amikor 20 éves voltam, és forgattam az Érzékek iskolája című filmet, abban Gera Panni volt a sminkesem. Ilyen szerencsében volt részem, hogy nekem Gera Panni volt a sminkesem. Panni így elvitt, és akkor így elmagyarázta nekem, és én azóta is azt csinálom, amit a Panni mondott, hogy először kenjen föl a pirosítót, de a pirosító krémes legyen. Úgyhogy sajnos azt a pirosítót már réges-rég nem lehet kapni, és ez nem egészen az a szín, mert ez nem olyan barackos, de mindig megpróbálom megkeresni az ehhez leghasonlóbb krémes alapozót, amit az alatt a 10 perc alatt, amit én a sminkvásárlásra szállni szoktam. Nem érdekel repülőtéren. De hogy nem érdekel ez egyáltalán? Kislánynak se voltál ilyen sminkelős, pepecselős, nézegetős. De mondom, hogy nálunk senki nem sminkelt otthon. Tehát én ezt nem láttam, hogy így nők állnak a tükör előtt, és így festegetik magukat. Ez hát attól még egy kamaszlányban ez az igény így megjelenhet. Nekem a vásárlás maga egy, nem vagyok ilyen vásárlós. Tényleg? Ruhát se, semmit? Hát
úgy van, hogyha azt mondom, hogy ó, most hiányzik a ruhatáramból egy farmer, akkor elmegyek, és általában elviszem valamelyik barátnőmet, általában a Fischer Mónit, akinek ez nagyon nagy élményt okoz, és ezzel motivál engem a vásárlásra. A szépségápoláshoz is ez a viszonyod, vagy a bőrápoláshoz, hogy így ilyen random trip az egész? Igen, most tehát én ilyen biotante vagyok. Igen. És mindig próbálom a bio és a használható, de passzoló szín ebben a háromszögben megkeresni a megfelelő sminkeket, és bőrápolási cuccokat, tehát a hauska, ha már így. Igen. És van az Authentic Beauty magyar. Igen. Most ő az új szerelmem, Authentic Beauty, ami szintén büszke vagyok rá, hogy magyar, és büszke vagyok rá, hogy bio, és büszke vagyok rá, hogy szuper szerintem, és kipróbáltam, és nagyon jó. De különben nem sok időt töltök, tehát én a tisztítás és egy jó krém. Tehát, hogy akkor kened be, hogyha érzed, hogy száraz a bőröd, vagy szóval, hogy így, vagy este így bekened, mielőtt elmész hagyni, de ez a... Nem, ez éjszakára nem kenem 17, be. 17, éjszakára nem kened be? Nem. Éjszaka levegő, hauska szerint éjszaka levegőznie kell a bőrödnek. Nem szabad éjszakára bekenni. Reggel szabad bekenni. De hát most nem tudom. Azért érted, szóval, hogy ez is egy kicsit tudod, amiről már beszéltünk, tehát, hogy túl van ez is... Szerintem izgulva. Tehát nincsen 18 lépéses koreai rutinod, aminek ha egy darabját elhagyod, akkor éjszaka nem tudod, hogy mitől nem aludtál jól. Nem, nincsen. És azt gondolom, hogy tehát, hogy szerintem ez nem is reális. Tehát hiszek abba, hogy az arc torna, tehát ha lenne időm, tehát azt gondolom, hogy az életemből szeretnék egy évet arc tornával tölteni, akkor azt csinálnám, ez tényleg látványos szerintem. Meg azt értem, hogy itt elvágják és felhúzzák. Uh-huh. És akkor az jól néz ki. Jól néz ki? Hát igen. Hát azt látom, hogy az jól néz ki, akiknek így felhúzzák az arcát, nem? Hát ha nem rontják el. Nem tudom, én nem látom ezt általában, de te megcsináltad? Szerintem lehet, hogy meg. Szerintem lehet. Szóval, amit úgy értek, tudod, mert az, hogy belenyomnak valamit, ami valahol felszívódik, és egyszer majd lecsúszik, nem, köszönöm szépen. De az, hogy kivágják és felhúzzák, kivágják, azt érted? Az értem, az oké, érted? Az oké? Az oké, azt értem, és az már be van. Örült kis nő vagyám. Ki van próbálva, érted? Abból még senki nem lett baja, hogy felvarták az arcát. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy bejelentkezel egy plasztikai sebészhez, és azt mondod, hogy Grillusz Dorka vagyok, és azt kéne, hogy, mert ezt így értem, hogy akkor azt oda felrakni. Nem látom, ahogy besétálsz az időpontra, és... Miért? Nem tudom, olyan... Miért? Olyan... Annyira termi... Igen, ahogy eddig figyelj, is mondtad, ez... az egész sminkhez való viszony, meg ez a... Hogy ilyen annyira magától értetődő, meg olyan tök egyszerű, meg egy kicsit olyan, mintha így leszarnád az egészet. Nem tudom, hogy tényleg így van-e. Nem, azért, hogy mondjam, nem szarom le. Csak úgy érzem, hogy vannak, tehát amit én, az én rendszeremben van, ami látom, hogy van értelme, meg van, ami hülyeség. Azt is például, amikor van az, hogy megszúrják, tudod, és akkor a bőröd kicsit megég, és attól úgy összekapja magát, nem tudom, mi a neve, de azt is úgy értem. Szóval úgy elmentem, és láttam is, hogy na, megszúrták. És összekapta magát? Összekapta magát, igen. Ezekre szívesen elmegyek, amit úgy érzek, hogy jaj, ennek van értelme. Most kicsit zavarba vagyok, nem szoktam is vinkelni, hogy nézik. Ezt is a Panitól tanultam, fekete-barna, és akkor ezt, hogyha egy variálom, hogy fekete vagy barna, akkor az na, attól lesz, vagy erősebb, vagy gyengébb, vagy akármi. Szóval fekete meg barna, és ezt egymásra kenegettem a hangulat függvényében. Én akkor ezt így szétkenem a közömmel, vagy nem kenem szét. Tehát, hogy ezt is lehet így válaszolni, hogy úgy maradjon, vagy nem maradjon úgy. És akkor van ez a szempilla spirál, amiből van ez a kettő komponens, amit én nagyon bírok. Vagy a vízálló, de most annyira meleg van itt, hogy legyen a vízálló szerintem. Na? Én egyszerűen vagyok hájúl. Igen. Szóval itt tanultam a Panitól, hogy először a pirosítót, aztán a szemedet, de még ne rakjál fel semmi alapot, csak a végén.
Még most fogsz alapozni? Igen. Szóval, hogy egy ilyen nagy produkciónál, mint ez a BBC-s, milyen a körítés, vagy milyen a csapat, aki körülötted, meg veled, meg rajtad dolgozik? Hát nézd, szerintem az a különbség, így mondjuk a Nyugat-Európában dolgozó, vagy Magyarországon, hogy ami a különbség, hogy az emberek több pénzt keresnek, és más minőségű életet élnek, és más energiákkal tudnak egy munkára koncentrálni. Ez a gyakorlatban mit jelent? Hogy sokkal több időt tud belefektetni, és sokkal kipihentebb általában. Mind a kettőnek megvan a maga, szóval én szeretek itt lenni, érted? De látom azt, ahol nem professzionális egészen a dolog, de én már ebbe szocializálódtam, érted? Nekem már Aha, értem. A fele szívem az itt lesz mindig. Nekem mindig igen, ez csak lesz neked aztán tényleg van összehasonlítási alapod, mert te nagyon sok külföldi produkcióban vettél már, meg hát veszel igen, is és akkor... Tehát, hogy azért te látod azt, hogy igen, más, akkor mert csak ebben van... Az, hogy most ebben a BBC-s sorozatban itt szépnek kellett lenned, vagy nem, tök mindegy nem, volt? Nem, vagy... direkt nem. Tehát itt, direkt itt nem? Fiús. Nagyon szerettem. Ilyen tomboy, ilyen leszarja, ilyen Jackie Farmer. Nagyon szerettem. Nagyon szerettem. Na most ezt Petrovics Ágitól tanultam, már nagyon kifogyóban van, minden sminkes visító görcsöt kap tőle, de... Az mi? Petrovics, ez a kriolánnak a full fehér. Tehát, hogy ez a full fehér. Ez még létezik, ez a termék? Igen, ez létezik, és a Petrovics Ági rám kente. Orka, ezt most nagyon őszintén és mély szeretettel mondom, hogy 10 éve nem érintett meg ilyet senki. Nyilván. Ja, jó. Mert mindenki visítófrászt. Tehát, hogy te fehéret kensz magadra, és én magamra kerülöm a fehéret. Csak ez ilyen tök jó. Új tapasztalásból megfoghatom? Aha. Fogd meg, légy szíves. Ez tényleg az. Tényleg az, igen, tudom. Hát Petrovics Ági minden sminkesek nagyasszonya. Ő egy filmes, tehát egy ilyen klasszikus filmes sminkes. Igen, igen. Klasszikus filmes, tehát így. Nézd, nagyon érdekelt, látod? Azért nekem... most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel mi fog történni, ezzel a hófehér kenőmájassal, amit a szemed alá trancsírozol. Ez az! Mi ezt úgy hívtuk. Az ilyen kriolán cuccokat, amikor én elkezdtem a tévében dolgozni, akkor úgy hívtuk, hogy a kenőmájas. És hogyha valaki ezt elővette, ilyen kriolán krémekben, vannak ilyen tégelyes, ilyen krémes, tényleg olyan, mintha parizer lenne, folyékony parizer, akkor mindig az volt, hogy így meneküljünk. És ezt igen. Önszántadból most kivetted és magadra raktad. Igen, mert nekem ez az, ami tényleg tartósan, mert nekem az a baj, hogy mindent ledob. Aha. A szerencsés módon kicsit zsíros bőröm, és ez az, amit ha elmegyek egy rendezvényre... Azért nem láncosodsz, egyébként mondom, mert zsíros na, a bőröd. Ne, na, ne, tessék! Csak hogy tudjad. Hogyha elmegyek egy rendezvényre, ami mondjuk hajnalig tart esetleg, és ott egész éjszaka nekem jó kell kinéznem, akkor ez az, ami hajnali 4-kor is úgy áll a szemem alatt, mint a beton, de... Jó, de azért egy 4-5 kör lemosót is ledob magáról, ugye? Hogy érted? Hát, hogy ezt nem könnyű leszedni jól. Igen? Nem így. Tényleg nem így. Mert én egyébként egy ilyen panda vagyok, amit a férjem kedvel, de a világ szépség ideája nem a pandákra bukott. Ezt nem gondoltam, hogy pont először az, aki belém folytja a szúszt a sminkügyben, de hát ez történt. Na jó, és akkor a végén aztán rárakom a komplementer kiegészítő, na. Nem tudom, zsíros, gyere folyós a modern hülyeséget. Modern hülyeséget, mert azért tényleg nem mehetek ilyen fehér szemekkel a válba. Csípke Rózsika, akkor lesz egy ilyen bőrbarát, ám de tartós, szóval, hogy nekem tényleg nem csak az, hogy, mert az jó, hogy 5 percig jól néz ki, de nekem általában az kell, hogy az úgy is maradjon, tudod. Nekem az is fontos sajnos, persze, mert vannak ilyen csodálatos biokozmetikumok. Jó, hát az. De nem, tényleg vannak, amik csodálatosak, és akinek olyan a bőre, annak szuper, de nekem egyszerűen lehánja magáról a bőröm, ami nem betonból van oda izélve, érted? Basszus, nekem, én mindig így látom az átalakulást, és nekem képzeld el, hogy jobban tetszel smink nélkül. Aranyos vagy. Mert rosszul sminkeled magad. Nem azért, mert rosszul sminkeled magad, hanem valahogy annyira, nem tudom, nekem tetszik, nekem a smink nélküli arcod nagyon tetszik. Én is szeretem. A kisfiam is szereti, sőt, volt egy idő, amikor ilyenkor még vissza szoktam keregetni a barnát, aztán még vissza a fehéret, szóval ezzel úgy még lehet...
szórakozni. Így molyolsz? Így össze-vissza izélni. A kisfiamnak is volt egy ideje, amikor egyáltalán nem, tehát nem bírta ki, vagy sminkelve. Ne legyél kis sminkelve. És a smink volt a fő ellenség, ami elviszi a mamát, mert tudta, hogy ha ki vagy sminkelve, akkor mész dolgozni? Biztos valami aljas. Aljas elhagyásra készülök. Aljas elhagyásra készülök, igen. Na most az van, hogy az alapozóból természetesen azt a színt, ami nekem jó, azt kivonták. És ha talán megtalálom újra, akkor megint kivonják. És ezért vannak különböző színű alapozóim, akik kicsit hasonlítanak egymásra, de igaziból egyik se az igazi, és ez hangulat szerint ezt visszakeverem. Egészen. Ebben a sorrendben még senkit nem láttam sminkelni. Képzeld el. Na, látom. Száz sminket már láttunk, és még soha nem csinálta itt senki. De ezt nem én találtam. Én nem azt mondtam, hogy te találtad. Ja, nem, csak mondom neked, hogy nem az én. Tehát, hogy ez szerintem egy tök jó sorrend, mert a szemed tényleg attól, hogy nem teszel rá alapozót, attól szerintem olyan élő marad. De mondom közben, engem úgy érdekel a sminkelés, mint műfaj. Tehát, hogy tök szívesen nézem, hogy ki mit csinál, meg hogy csinálja, meg mivel csinálja. Csak én a saját, szóval, hogy mondjam, a saját, másban látom a saját nagy tehetségemet, nem a sminkelésben. Miben látod a saját nagy tehetségedet? Hát a színészedben. Akkor mégiscsak az számít. Mi? Hát ez, hogy több, hogy amiről az elején beszéltünk, hogy nem a, nem tudom, a gyönyörű tusvonal, meg a nem tudom micsoda, a 20 éves bőr, de hogy azért csak a végén az számít, hogy rezdül. Még hogyha ott van két ránc, akkor is egy szem, vagy egy száj, vagy hogy néz oldalra egy színésznő, és hogyha mi most beszélünk erről, és látom, hogy ez neked nagyon fontos. Igen. Mert hogy, érint, bár valamiért én még mindig azt gondolom, hogy vannak színésznők, akik e fölött, a tendencia fölött állnak, és téged pont ilyennek gondollak, és azt hiszem, hogy most fogalmaztam meg jól azt, amit az elején nagyon bénán, hogy ez a tendencia, hogy 50 fölött alig van szerep, hogy egyszer csak nem dolgoznak azok a szupersztár színésznők, akik gyönyörűek, és elkezdenek öregedni, vagy elkezdenek változni. Hogy talán pont ez a csapda, nem? Hogy az ilyen igazán, nyilván itt is vannak kivételek, mint a Catherine Deneuve, vagy százat lehetne mondani, aki ragyogó, csillogó szépség, aztán utána egyszer csak 60 éves lesz, és gyakorlatilag filmben a virágkorát éli, vagy 70 éves lesz, és csodás szerepeket játszik, és már nem a szépsége miatt, hanem pont a rezdülései miatt. És hogy szerintem egyrészt ez azokra lehet veszélyes, akik a szépségükkel színésznők csak, és nem a tehetségükkel. Az nagyon, tehát a Rilke mondta, hogy a szépség a gyötrelmek kezdete. És anyukám szerintem ezért is elkezdett engem nagyon korán, nem szerette azt mondják nekem, hogy szép vagyok. Uh-huh. Nagyon korán elkezdett ezzel harcolni, hogy az nem fontos, hogy az nem érdekes, hogy az... De ez jól átment egyébként. Durván átment, igen. Nyilván, hogy nem is tudtam ezt úgy kihasználni se, mert sőt, inkább talán idegesített így fiatal koromban. Hogy nem tudok ki törni ebből a nem látnak mást belőlem, tudod, csak ezt. És akkor aztán kérdés, ha ez eltűnik, marad-e valami, amit lehet még látni. Na de azért a te szerepeid azért nem a Sugar Daddy melletti 20 éves szexi lány szerepei, vagy szép lány szerepei voltak. Most de, sem azt játszol. De azért van ez, amiről beszéltünk már, ez az ipar, ahol van ez a doboz, amiben bele lehet menni, az szexi szép lány, ugye, mondjuk érzékek iskolája. Igen. És akkor te vagy a szexi szép lány, de nem tud, hogy a többi, van-e még doboz, amiben bele lehet menni, ha már nem te vagy a szexi szép lány. És visszatérve az előzőre, hogy nagyon sok színésznő Amerikába, Németországba is aztán csinál magának. Tehát amikor az ipar nem akar neki csinálni, akkor elkezd magának csinálni. De hát a Tolnai Klári is így
idősebb éveiben fordított magának darabokat. Tehát, hogy az is jó út, hogy akkor az ember a kezébe veszi ezt az egészet, és azt mondja, hogy akkor majd én megmondom, hogy mit akarok én játszani. És akkor eljátszod azt. De mit akarsz játszani mondjuk 5-10 év múlva? Még nem tudom. Nem tudom. Engem érdekel tökre ez a rendezés dolog is. A kis trojka csapatunkkal ez, hogyha most nem lettem volna terhes, nem szültem volna a gyereket, nem jött volna a Covid, akkor volt egy olyan terv, hogy idén rendezek egyet, de aztán ez most valószínűleg, amíg most áronkázom, addig most... Na, hát de meglátjuk, hát nem tudom, hogy mit. Tehát tényleg ez az elmúlt év, ez annyira bebizonyította, hogy nincs terv, nincs 5 éves terv, tehát, hogy ami akkor ott, azt arra kell menni, amire nyílik az ajtó, és résen kell lenni. Jó, de azért mégiscsak most ott vagy, hogy bármit játszhatsz, és mégis egy BBC sorozatban egy nem szexi, nem a szexiségére építő, nem a szépségére, nem a vonzerejére építő rendőrnő vagy, aki egy ilyen tomboy, és most is bármi lehetett volna, és mégis ez jött, és rohadt menő, és nagyon jó, és boldog vagy vele. Iszonyatosan boldog vagyok. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Tényleg, szerintem én, tehát, hogy most ez a szitu, hogy itt vagyok ezzel a csodálatos kicsi fiúval, és közben így a világban történik ez a dolog, vagy mondjuk így Angliában, ami meg annyira izgalmas, de közben ő is annyira izgalmas, és hogy azt érzem, hogy hát ez fantasztikus. De akkor azért azt mondhatjuk, vagy szóval, hogy ezt te is úgy gondolod, hogy te például színésznőként nem vagy kiszolgáltatva a szépségednek feltétlenül. Kiszolgáltatva. Hát amit te is mondtál, hogy azért ez egy valahol mégiscsak egy ilyen esztétikai műfaj is a film, okay. Meg a színház. Tehát, hogy ez szerintem nagyon nehéz, hogy vannak nagyon-nagyon jó színésznők, akik nem olyan szép nők, és vannak nagyon-nagyon szép nők, akik nem olyan jó színésznők, és hogy ki jut tovább, és hogy a kettőnek hol van a találkozása, és hogy aztán az is van ugye, hogy vannak olyan a mai világban, ugye, hogy színésznőként mennyire kell média személyiségé válnod, vagy mennyire tudsz csak színésznő maradni, mennyire tudsz... Igen. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.